A kronométer.hu bemutatja őszintén órákról. Sziasztok! Ez Sziasztok. Az őszintén órákról, Dáviddal és Viktorral. A Zsinórban második breitlinges részünk, mert lehet, hogy nem Zsinórban megy le, bár az volt a terv, de hogy Zsinórban egymás után veszük fel. Ez az első olyan alkalom, amikor annyira spontán forgatunk le több részt, hogy át sem öltöztünk. Ja. Úgyhogy gondoljatok bele, egy hete ugyanabban a ruhában ülünk itt. Most viszont beszélgetünk azokról, amikről már mondtuk, hogy fogunk beszélgetni, az idei breitling újdonságok, amik idén jelentek meg, de még nem kerültek be hozzánk a műsorba. Azért van néhány, azt kell, hogy mondjam. Kategorizáljuk. Jó. Kronomat és Premier. És Tatora. Igen. De az Premier. Még rá is van írva. Azt szeretem, amikor egy számlapon nem valami bullshit van, hogy Chronometer Certified COSC 600 méter, nem tudom mi, hanem mondjuk a neve az órának. Ugye tudjátok, hogy vannak olyan márkák, ahol van ilyen őrület, hogy a méter van elő, vagy a lába vízállóságnál a számlapon, meg hogy dőlt az M betű, vagy nem dőlt, hogy szerinted, ha a Premiernél valaki kicserélni a Premier a betű típusát, azt észrevenné valaki. De tényleg? Nem. Igen, ez most megint egy másik téma, hogy amikor mit reszelgetnek, de azt tetszett, hogy ezt most megnéztem, és akkor jó, ott van egy Chronograph, Premier, kész, ennyi. No, hogyha elkezdjük el a sportosabb modellekkel, ugye a Chronomat szériáról már forgattunk összességében. A Chronomat az már nagyon régóta a Breitlingnek egy meghatározó kollekciója, ez a stopperes. És a Chronomat még elindult régen a pénzes sár verzióval, a 39-es. Mm. A Chronomatikig visszamehetnénk, ami ugye 1969-ben az automata kronográfok első szoros versenyében, itt volt erről egy adásunk, itt tudtok kattintani. Ja. A Chronomat azt jelentette, hogy... Igen, mit jelentett? Kronográf és automatik. Nem. Nem. De azt is. De később? Hát 69-ben a Chronomatik az azt... És mit jelentett a Chronomat? Kronográf, matematik. Ezt egyszer mondtam. Így van. Na, hát és milyen menő információ? Voltam, mindig nem reálos, úgyhogy én le is veszem, mert nekem... És sem, úgy tényleg menjünk is akkor. Igen, Chronomat. És ugye a Chronomat, ha forgattunk, amikor egyébként újra letervezem, mert emlékszem, hogy én már egyszer zengtem ódákat az eredetik, vagy az előző Chronomatról. Persze, ugyanitt ültünk, csak nem volt meg az A-kamera. És akkor amit, igen, és ami történt azóta az, hogy azért reszelgették ezt elég sokat még. Reszelgették, jöttek ki új számlapszínek, például ez a jégkék. Platina ünettával. Na hát akkor ez jó drága lehet. 9250 dolcsi, tehát kb. 3 millió. Igen, ez a klasszik 2 annyiba millió. Annyiba kerül, mint a Rolex-re a Platina Lunetta. Emergency 2, 6 millió 7. Az nem nyert. Igen. De azért ott 6 millió 7, 81 Emergency. De az a full fekete, a fekete szíjon. Az a full extra. Na hát most nem azért fog megbenteni a Gletschert, érted, és akkor a sima titán az nem ment meg a Gletschert alól. De. Emergency. Igen. Vészhelyzet. Kevés luxus termék van, aminek a nevében benne van, hogy vészhelyzet. De ez az. A Breitling Emergency, mint azt már még jóval korábban beszélgettük egy részben, az a legnagyobb fun fact az egész órában, hogyha elvesztünk valahol a világban, akkor megmenthetnek minket. Ami úgy néz ki, tutajon, lóháton, síelés, persze. Hogyha bárhol, bármilyen problémánk történik, de még annyi erőnk van, hogy hívjunk segítséget, de a telefonunk lemerült, vagy összetört, vagy nem volt nálunk, vagy elveszett, vagy nincs térerő, akkor ki kell tekerni az antennát, ami egy ilyen óriási koronaszerű képződmény az óra alján, ezt kitekerjük, kihúzzuk nagyon, általában 30 kötőjel 50 cm-re, egy nagyon erős rugó tartja vissza, az a rugó valójában egy antenna, egy spirál antenna, azt kell szinte egyenesre húzni, és amikor leszakad a teteje, tehát a korona, amit kitekertünk az antennáról, onnantól kezdve aktív. És még van egy, ezeken a régi verziókon van még fönt is egy kis antenna, azt is ki kell húzni, vagy ki kell tekerni. Az újonnan és onnantól kezdve elkezdi sugározni a jeleket. Ez a régi, ez a 121,5 MHz-es segélykérő frekvencián, ez egy nemzetközi, az ILT, azt hiszem, az Emergency... 5.780.000, úristen, abból hány breitlinges Vespát tudsz venni? Müncheni börzén tudod, mi volt? Mindenkin Nautilus. Komolyan. Mindenkin acél Nautilus, arany Nautilusszal. Jó, de hát a cipőik annyit értek, mint az autóm. Ilyen limitált edzőcipő. Arról beszélgetünk, hogy ugye a Chronomat mennyit változott, hogy egyrészt jöttek ki új számlapszínek, mint például ez a jégkék a platina lünettával, kaucsuk szíja, bár írtó jól állna ennek is a rolószíj. Akkor jött ki belőle, ja igen, ez a Super Chronomat. A Super Chronomat az gyakorlatilag, ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, itt láthatjuk, csak a kokpittal, ez egy búvár, vastag, nagy búvár lünettás. Kerámia lünettás? Kerámia lünettás
kronomat, ami nem 42 mm-es, mint a klasszikus kronomat, hanem 44. Uh-huh. Ugye? Uh-huh. Az. És egyrészt teljesen más az óraképe, nem csak azért, mert nagyobb és érezhetően nagyobb, hanem azért is, mert a kerámia lünetta egészen más hatású, mint ezeknél a acélszínű, ami platina vagy acél lünetta. És szerintem a Breitlingnél meghallották azt, amit itt a butikban való beszélgetésünknél, amikor próbálunk puhatolózni, milyen az ügyfélkör, milyen órákat szeretnek, stb. Akkor mindig mondják, hogy azért a nagy Breitlingeknek volt egy bevett vásárlóközönsége. Uh-huh. Nem kell sztereotipizálni, volt egy bevett vásárlóközönség. Jöttek ezek, meg jött a Premier széria, teljesen más vásárlóközönség. 42 millis órá. És szerintem azzal, hogy kiadták ezt a 44-es, de annál nagyobbnak tűnő, mert lényegesen ugye, ilyen van ez a konzol, és szerintem emiatt sokkal nagyobbnak tűnik. Uh-huh. Ezzel visszacsatoltak az előző vásárlóközönség felé, hogy nézd, az új modelljeink nektek is elérhetőek. Ja. És ez nagyon jó dolog. Igen, itt van ez, ugye azért nyilván Super Ocean-t még tudsz venni, Avenger-t még tudsz venni, és ezek egyébként tudod elsősorban a Breitling, nyilván itthon is, tehát azért van a kelet-európai, meg a világon mindenhol szeretik az emberek a nagy Breitlingeket, vagy mindenhol van piaca, de a legnagyobb piaca az Amerikában van. Tehát a Midwest gyakorlatilag ugye egy nagyjából középtájt. Ott, hogyha bemész és veszel egy 40-es datórát, ott semmi érte. Tehát, hogy Zürichben annyi 40-es datórát adnak el, mint Texasba 46-os Super Ocean-t érte. Tehát, hogy teljesen ugyanaz a márka, de teljesen más a közönség. És ez annyira érdekes, hogy ezt mondta a Ken, és akkor gyakorlatilag itt most ugye látni fogjuk, hogy mekkora a különbség mondjuk egy datóra Premier, meg egy Super Chronomat között, hogy a Breitling az olyan, mint mondjuk egy Audi, hogy gyárt sportautót, gyárt SUV-ot, gyárt kicsi autót, gyárt fiatalosat, gyárt A8-at, tehát hogy gyakorlatilag egy elképesztően széles skálája van a termékeknek, és csak azért, mert az egyiket veszed, az nem határozza meg az egész márkát. Tehát attól, hogy te egy A8-ba ülsz, tökre nem érdekel, hogy van A1, vagy van SQ8, vagy van R8, vagy nem tudom mi van. Te az A8-at szereted, azt vetted meg, azzal jössz, mész. És a márka mindegyik ilyen pillérén ugyanolyan erősen tud állni, és nem az van, mint amilyen a Breitling volt a Köln érkezés előtt, idestavar nem több, mint 5 évvel ezelőtt egyébként, hogy amit te mondtál, a nagy, bumszli, hatalmas, polírkrumpli, kvázi pilóta óra, a szexi csajos, nem tudom milyen esüzékkel, érted? Tehát, hogy egyébként ez feeling volt, de ennek már vége. És itt is majd ezt le lesz csinálni egyébként. Tehát, hogy ez a rész, ez így szépen ki lett vezetve, és jött ez az új Breitling, ami sokkal több lábon áll, és ezt sikeresen végrehajtani ennyire kevés idő alatt, ez egyébként elismerésre méltó. Úgy, hogy amikor ezt elkezdték, emlékszel, volt ez a Navitimer 8, vagy valamilyen ilyen eléggé tragikus, szomorú valami volt. Navi 8, vagy valami ilyesmi volt? Már nincs is, azt már rég kivezették. Láttam már egyet valamelyikben. De az újabb változat, de amikor megjelent a Ken, akkor volt... Navitimer 8-an egy három mutatós cucc. Igen. Hát az egy epic fail, szó szerint. Az első, de volt abban a kronó is, meg mindent, az egész ez egy ilyen nagyon félkész valami volt. Tényleg így lehetett látni, hogy így jó gyorsan ki kell hozni valami terméket, és akkor kezdjük el csinálni. De akkor még nem láttuk előre, hogy a következő 4 vagy 5 évben ez ilyen iszonyatos komplexitással meg lesz csinálva. És amikor most bejössz egy Breitling butikba, és elkezded nézni, a Carbon Tokos Endurance Pro-tól indulva gyakorlatilag az Arany Tokos Datura Triple kalendárig iszonyatos skála van, és ez sokkal-sokkal ritkább, mint ahogy az ember egyébként gondolja. Hogyha belegondolsz, hogy Üblo, akkor egyféle Üblót képzelsz el. Big Bang. Big Bang, és kész. Hogyha belegondolsz, hogy IBC, akkor az mostanra le lett butítva a Pilot Swatch-ra, és kész, mert már a Da Vinci-val nem foglalkoznak, az Aquatimer, az nem tudom hányszor meg lett ígérve, és semmi nem történik vele, és még tudnám sorolni, érted? Tehát, hogy ott is megint a Portugízer, az pedig ez is egy milyen erős márka, és pontosan ugyanez volt a terv az IBC-vel, és most szétesett az egész egy kicsit. És az, hogy itt ezt most 4-5 év alatt összeraknák, és ez most inkább az, hogy egy ilyen overview, egy ilyen áttekintése most ennek a márkának, az szerintem elképesztő teljesítmény, tényleg. És főleg úgy, hogy a szemünk előtt történt, mert ha azt mondom neked, hogy IVC Portugízer, meg Pilot Swatch, meg Aquatimer, meg Ingenieur, meg ilyenek, akkor ezeket mind már 20, 30, 40, 50, 60, 100 évvel ezelőtt csinálták, és nem voltunk ott, amikor ezeket csinálták. De a mostani portfóliója, a Breitling, az teljesen zsírú gyakorlatilag minden. Az Avenger leszámítva. És abból is lesz úr. Ez érdekes, igen. Azért ez iszonyatos munka egyébként. Úgy, hogy bocsánat, még csak annyi, hogy azért vannak olyanok, hogy olyan extra mérnöki megoldások, hogy egy ilyen rollóbb részletet semmiben megcsinálni. Érted? Tehát, hogy ez nem csak annyi van, hogy ó, egy kicsit nagyobb lett a nőlet, meg más színű a számlap. Nem, hanem teljesen újra van tervezve az egész. Igen, és ahogy mondod, hogy olyan komplexitással ment végbe ez a teljes
arculatváltás, hogy nem tudod azt mondani, hogy valami hiányzik belőle. Nem hiányzik belőle semmi. Van búvár óra? Van. Nem engedtek el mindent. Nem. Csak azokat engedték el, ami arculattól a márka el akart távolodni, ja. Mert már nem érezték magukjának. Mm. Ennyi. De nagyon sok mindent megtartottak, ugye az Avengers szériákat, a... Super Ocean, a Super Ocean. Igen, ezt akartam mondani, a Super Ocean, annak a Heritage változatát, ugye azt is... Az a Professional line-up is megvan még. Tényleg. Na igen, az is megvan még annyi, hogy... Emergency is van még. Az Emergency is. Az Emergency, amiből most van itt egyébként, és már csorgattam rá a nyálamat. 6.780.000. Mondta az Izzelken, hogy az az egész Emergency dolog olyan szélsőséges mértékig veszteséges, hogy az valami hihetetlen, úgy, ahogy van, és ráadásul lehet, hogy dolgoznak egy másik változatot. De azt mondja, hogy ez azért kell, mert ilyen nincsen senki másnak, és ha neked van, és ez a Breitlingnek így megvan már így csinálva, akkor csak azért, mert veszélyes, nem fogják kidobni az ablakon, érted? Mert az imázsnak viszont igenis kell, és a korábbi Breitlingnek egy olyan mérnöki teljesítménye, amit hogyha kidobsz az ablakon, és elküldöd azokat a mérnököket, akik most értenek hozzá, elküldöd az, nem képzeled a service centereket, hogy tudjanak foglalkozni vele, akkor ez a know-how, ez a tudás, ez kikerül a cégből 2-3 év alatt, és soha az életben nem szerzed meg még egyszer. Igen, csak ugye ebben az a borzasztó, hogy ugye régen foglalkoztunk ugye a 43-as Emergency-vel, azt most itt láthatjátok a videóhoz a linket. És az egy tök jó hordható óra volt, az a Dávidnak is nagyon tetszett, nekem is nagyon tetszett. Most a 50 rengeteg milliméter, az összes, és tokfültől tokfülig meg még kétszer annyi kb. Absolutely no living human is going to dwarf this watch. Még rajta ott van a hatalmas antenna tekerő. De tudod, miért lett ilyen nagy? Azért, hogy kabáton kívül biztos, hogy megtaláld akkor, hogyha betöltött a lavina, akkor miért? Azért, mert amikor a 43-as, az csak egy frekvenciát tudott, amit és már elhagyta. Frekvencia az... Igen. Hát gondolj bele, hogy ez teljesen másik rádióadó, meg minden. Tudja a régit is, meg az újat is. Tudod, mekkorák ezek a mai világban? Pont ekkorák. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Az óra az irtózatosan túl van méretezve szerintem. Tuti, hogy lehetne kisebb. Tuti. Biztos. Hát, hogyha csak azt nézem, hogy a kutyám nyakában a GPS, ez kisebb, mint ez a harmad akkor. Na jó, de ez az órát 10 éve tervezték. Tehát, fia, ha most a GPS-e tűnik túl újnak. Lehet. Nem mindig arra akarok kilukadni, hogy szerintem ez irtózatosan nagy, feleslegesen nagy, ha csak megnézzük, hogy egy mobiltelefonban mekkora helyet foglal el, az az egység, ami az adatkommunikációért vagy a hálózatkeresésért felel, minimális, és akkor ott az tök komplex, ez pedig csak egy rádiófrekvencia. De ez egy tök más technológia, ezt nem lehet összehasonlítani szerintem. Jó, én nem értek hozzá ez a frekvenciás dologhoz, tudom, hogy miért nem működik, még értem ezeket a dolgokat, nem tudnék megépíteni egy ilyet. Szerintem ez az óra porthatatlan. Nem veszed föl kirándulni, mert emiatt nem férsz át 43-as föl lehetett venni. Tényleg. És jaj, segítsenek, mert beakadtam az órámmal, de nem, majd legalább megmentenek. Olyan, mint amikor a kutya felkapja az ágat, és keresztbe van, és próbál átmenni valahol, és nem tud átmenni, és úgy vagy az emergency. Ezért kell emergency, új emergency helyett datorát venni. Pisztácia. Premier, bocsánat. Pisztácia. Nekem nem az jutott róla elsőre eszembe, de... Mármint, hogy de így hívják. Ja, jó. Csak, de és mi jutott eszedbe róla? Semmi. Ez vészető amúgy. Ez a lazac viszont nagyon szép, bár lazacot ilyen fakó. Színben még nem láttam. Ez nekem fakó lazac. Ők nem ettek még lazacot. Ez ilyen biztos nem amúgy. Ez ilyen romlott lazac, amit kihagytak a napon. Ja, amúgy tényleg, ez ilyen kétetes lazac számlott. Na mindegy, de maga az óra az viszont nagyon állat. Na, és akkor ugye van a Chronomat széria, abból kijött a Super Chronomat, és a Super Chronomatból kijött egy olyan, ami ilyen nagyon sok naptáras, egyrészt, másrészt borzasztó drága, mert ez is valamilyen 5 millió forint, 5 millió 3 talán, amiben, és Dáviddal ezen gondolkodtunk, hogy vajon mit jelenthet, egy semi-perpetual kalendár, tehát egy félörök naptár van. Soha életemben nem hallottam erre, már pedig a legtöbb dologról azért mostanában már... Milyen az, hogy fél örök naptár? Most csak vagy örök naptár, vagy nem. Igen. Vagy leasinget. Élet, vagy ez a holtig tartó haszonélvezeti jog, kávé, fél örök naptár. Az a lényege, hogy az alsó segédszámlában van egy 12 órás kijelző, plusz egy másik mutatóval a segédszámlap peremére oda vannak írva a 7 napjai. A 9 óránál levő segédszámlapnál láthatunk egy a stoppernek egy 30 perces segédszámlapját, és a segédszámlap peremén pedig a hónapokat. A 12 óránál levőnél belül látjuk a folyamatos másodpercnek a 60 másodperces skáláját, és a peremén pedig a napokat 1-től 31-ig.
A három óránál pedig van egy holdfázis. Na és azon gondolkodtunk, mit jelent ez a semi-perpetual calendar. Ez a félörök naptár. Ugyanis jelent? Van olyan, hogy tehát amikor van egy sima dátumablak, vagy egy dátumkijelzés, amit lehet egyébként cizellálni olyannál, mint mondjuk ez, ahol van egy holdfázisod, meg van nap, meg van hónap, de ennek a dátumkijelzésnek fogalma sincs, tehát egy hagyományos dátumkijelzésnek mindegy, hogy hány kijelzőt aggatsz rá, holdfázist vagy nem, tök mindegy. Az még nem fogja tudni a különbséget a 30, meg a 31 napos, meg a február hosszában. Ja. Utána jön az éves naptár, ami minden hónapnak tudja a hosszát, kivéve a február, tehát évente egyszer kell cseszedni. És utána jön az örök naptár, ami sose kell, mert az 2100-ig pontos. És a kettő közé fér be valahogy a fél örök naptár, ami tudja a februárt is, kivéve egyetlen egyszer négy évente. Így van a 29-et. Úgyhogy 1420-valahány naponta egyszer kell hozzá. Úgy vannak megcsinálva az áttételek, hogy ugye tudja, hogy melyik hónap hány napos, ja. Viszont nem ismeri a szökő évet. És leteszteltük, tehát végignyomkodtuk úgy, hogy akkor február, mert ilyen kis korrektorgombbal kell ezért nyomkodni, a dátumkijelzést, és hogy átmentünk a januáron, ugrott, amikor kell a végén. Utána beértünk a februárba, és nagyon kíváncsi voltam, hogy 30-nál, 31-nél fog-e ugrani, vagy 28-nál, és 28-nál ugrott egyébként, igen. Vagy 29-nél, 28-nál. És csak érdekes, hogy ez nem saját Breitling szerkezet, hanem egy beszállítótól kapták, ami viszont úgy érzem, hogy egyáltalán nem veszel semmit. Múlti, megnézhetem? Persze. És tudod, mi az érdekes? Nagyon, hogy annyi korrektorgomb van rajta, 4. Uh-huh. Ott is van 2. Igen. És a koronával csak az időt lehet állítani. Igen. Ebből én arra következtetnék, hogy ez egy modulos megoldás. Egyértelműen egy modulos. Egy dátum nélküli modulos, vagy egy dátum nélküli alapszerkezet, és rákapott egy ilyen, lehet, hogy a Breitlingnek fejlesztett, tehát ezt nem akarom semmiképpen. Mert amikor modulos egy kronográf, akkor lényegesen mondjuk a Royal Oak-okon lehet látni nagyon hát sokszor, hogy igen, hogy úgy sokkal ez meg így gyakorlatilag szinte tökéletesen egy szinten van. Na, ez csak azért mondjuk, mert nagyon sokszor úgy vannak ezek az órák megcsinálva, hogy van egy alapszerkezet, ami tudja, hogy mennyi az idő. És utána erre tesznek, mint egy ilyen szendvics, gyakorlatilag még egy réteget, ami egy modul, uh-huh. És ez a modul az, amelyik mondjuk tudja a kronográfot. Uh-huh. És utána erre tesznek még egy modult, ami meg tudja a dátumkijelzést, és akkor így szépen meg van így rétegezve egy ilyen kis szép szerkezet. Úgyhogy, a patek nagyon sokszor ugye modulokból építkezik, ezért van az, hogy... Nagyon sok mindenki, igen. Sőt, hát ha a pateknak megnézitek mondjuk egy szerkezetnek a nevét, akkor ott van mondjuk, hogy 320 vagy 360, és akkor utána vannak ilyen kettő betűk, SCP, nem tudom mi, ja. És akkor azok a két betűs rövidítések mellette, azok a komplikációnak a rövidítések. Igen. És ez így megvan az alapverk, és akkor arra tök jó egyébként, hogy egy ilyen moduláris dolgot kitaláltak. Volt is egy próbálkozás, nem? Mert volt egy szerkezetgyártó, hallottam ilyen híreket pár évvel ezelőtt, hogy van egy szerkezetgyártó, aki arra, az Eterna. Igen. Az Eterna 30, akart. Körülbelül 30 akármennyivel. Ők akarták megcsinálni azt, hogy sikerült-e, nem tudom, mert nem nagyon hallani róluk. Ők akarták megcsinálni azt, hogy csinálnak egy alapszerkezetet, és arra bármilyen sorrendben felé, vagy bármilyen összetételben felépíthető komplikációkat csinálnak, igen, modulként. És ezért, hogyha te akarsz egy alapverket mondjuk, nem tudom, csak holdfázis kijelzéssel, akkor megkapod a holdfázis modulfázist. Ez az egész befutcsolt egyébként, szóval különböző változatosokból. Az ötlet jó volt. Mint a magyar focigot, volt. Az elképzelés jó volt. Meg a pénz is hozzá lett vágva, csak aztán még se semmi az egész. Szóval ez a Kaliber 19, ami egyébként koszkos, tehát kronométer igaz minősítés volt, vagy minősített, igen. Kronométer, tehát azért ez is ritka, amikor ennyi minden funkciót egymásra raksz, és még a pontossága is egyébként megmarad. Ami érdekes, és ezen a héten tanultam, hogy a nagyobb frekvenciájú órákat sokkal nehezebb megcsinálni koszkra, mint a 4 Hz-et. Tehát mondjuk egy 5 Hz-es elprimérót nagyon nehéz megcsinálni. Miért? És utána, vagy mindjárt kedő, utána most voltam egy márkernél, ahol nem sokára be lesz mutatva egy 8 Hz-es óra, és azt is mondták, hogy iszonyatosan nehéz megcsinálni 8 Hz-et, úgyhogy koszka legyen. 57.400. Ja. Igen. 600. 57.600. 28.008x2. 57.600-as félengés számmal. És azt mondták, hogy nehéz után, volt beállítani. És sokkal nehezebb megcsinálni, mert kisebb a billegő, valahogy igen, több, tehát hogy abból lesz akkor pontos, máshogy reagál a hőingadozásra, és ugye a koszknál három különböző hőmérséklet igen van. Tehát az ilyen helyzetekben kevésbé stabil, és amire jó egy magas frekvencia, vagy egy magasabb frekvencia, az a rázkódás. De a rázkódás, tehát hogy jön egy ütés, akkor mondjuk egy 18.000-es félengés számú óra sokkal nehezebben tér vissza oda, ahol egyébként idáig volt. Még az, amelyik 57.000, így az gyakorlatilag egy fél pillanat alatt már újra ott van, ahol lennie kell. Igen, nem?
Csak a COSC az 1 milliárd éves gyakorlatilag mostanra már teljesen elavult ez a tesztrendszer, és semmilyen ütődést, meg semmi ilyesmit nem tesztelnek, hanem azt nézik, hogy a különböző pozíciók, statikus pozíciókban, különböző hőmérsékleteken mennyire pontos az óra. Tehát azt mondod, hogy lehet, hogy a mostani kronométer minősítés az annyira felesleges, mint az in-house-ér való remegés? Nem annyira, azért van értelme, tehát azért értelme nyilván behozza van valamennyit, több értelme van, mint az in-house-os remegésnek, de azt gondolom, hogy elmaradott egy csomó szempontból. Picit olyan, mint az autóiparban az NEDC és a VLTP közötti szabvány, a fogyasztás mérésben. Az NEDC egy tök statikus, teljesen egyáltalán életszerű mérési forma, ami szerint tud bármelyik 2 literes benzines autó, turbós autó, mondjuk 4,5 literet fogyasztani városba. Városban 4,5. Ja. Miközben ott van a dupla WLTP, ami az amerikai mérési módszer volt, ami sokkal reálisabb, sokkal közelebb van a valósághoz. Igen, szóval csomó ilyen hülyeség, vagy ilyen diszkrepancia van, vagy ilyen eltávolodás a valóságtól, de a lényeg az egésznek az, hogy ilyen érdekes dolgokat is meg lehetett tudni. Itt szerintem, hát most egy csomóról egyébként nem is nagyon tudtunk beszélni, de szerintem azért fényderítettünk néhány érdekes. Hát ugye játszottuk azt, hogy van a Premier széria, és vannak az új kronomatok, amiből a Super kronomat a leglényegesebb. Szerintem szépen összefoglaltuk az adatokat, hogy mi mekkora, milyen verke, azt a nézők közben úgy is látták itt a kis elhomályosított képernyőn. Én azt gondolom, hogy ha most 4 millió környékén vennék órát, akkor... Ha öltöny órát kéne venni, akkor azt. De ez nem csak öltöny, ez egy kronográf, és szerintem ezért... Jó, ezért de ez úgy kell öltözködni, ehhez úgy nem öltözködhetsz, mert mint... És Steve Palmerrel nem jó amúgy? Kérdezem. A cipővel veszted el, a Gore-Tex túrázós Nike-kal. Tényleg. Tudod, ez olyan, mint amikor a híradóban kiderül, hogy fölül öltöny, de alul meg rövid nadrág. Basszus kocs. De egyébként a pulcsi jó, a póló, a jing az jó. Jó, csak igen. Nem tudom, hát pedig ezt a cipő van rajtam egy éve minden nap. Tehát, hogy igen, ez... Gumiszíjon. Köszönjük, hogy ma velünk tartottatok. Szóval köszönjük, hogy velünk tartottatok ezen a szépséges Breitling összefoglalón. Igen. Hogyha tetszik bármelyik, akár az öltönyösebb premier, akár a klasszikus kronomat, akár a régi stílushoz, a régi nagy stílushoz, politkrumplikhoz visszanyúló, annál sokkal ízlésesebb szuperkronomat, akkor látogassatok el az Andrássy úti Breitling butikra. Yep. Mit kell csinálni a YouTube csatornánkkal? Föl kell iratkozni. És ezzel a videóval? Ezt pedig kedvelni kell. És még? És kommenteljetek alul kérdéseket. Hol kell pénzt küldeni? A Patreonon, hogy legyen pénzünk gumiszíjra, ha már órára nincs. Így van. 100 méterig vízálló, úgyhogy mehet rá a gumiszíjra. Csak szóval. Köszönjük tényleg, hogy néztétek. Találkozunk. Jövő héten. Sziasztok. Sziasztok. A műsor támogatta